Ígéret volt arra, hogy a következő évben az állami költségvetésben mintegy 10 milliárd grivenny lesz előirányozva Kárpátalján egy új reptér megépítésére. Nincs. Az első olvasatban elfogadott költségvetésben egyetlen kopéka sem szerepel erre a célra. De a nagyobbik baj az, hogy a meglévő ungvári reptér működtetésére is szükség lenne központi forrásokra, ez sincs biztosítva. Június 3-ától volt állandó járat hetente kétszer Ungvár és Kijev között, ez is megszűnt, nem tudjuk tovább funkcionáltatni, működtetni. Azon kívül probléma van a légtér használatot illetően is, hiszen fel kellene újítani Ukrajna és Szlovákia, illetve most már Európa Unió között a szerződést, amely lehetővé tenné a szlovák légtér, most már Európai Uniós légtér használatát is a mi repülőgépeink, repülőjárataink számára. Ez sem történt meg, ezek a tárgyalások sem történtek meg. Azon kívül a meglévő repülőteret kellene felújítani, egy új sávot létrehozni, és lehetővé tenni azt, hogy a Szlovákiából irányítsák, navigálják a gépeket, hogy ne csak látható jó időben lehessen repülni, hanem amikor az időjárási körülmények nem megfelelők, akkor is. Tehát egy csomó teendő lenne itt is. Azon kívül hát kérjük, hogyha egyszer megígérte mindenki, egyébként mindenki megígérte, a korábbi elnök, a korábbi kormány, sőt az infrastruktúrális miniszter is többször is itt jár Kárpátalján, és ő is megígérte. Ígéretek voltak arra, hogy lesz 10 milliárd grivenny a költségvetésben az új reptérre. Nincs. Hát kérjük akkor, hogy amit ígértek, akkor azt teljesítsék is.